Szeptember 1-én, kedden kezdték el az idei tanévet a város középiskolás tanulói. Az idei év bár hagyományos munkarenddel, de mégis rendhagyó módon kezdődött. A COVID-19 vírus miatt az EMI 2020. augusztus 22-én megjelent intézkedési terve szerint a középiskolákban is számos új szabályt kell betartaniuk a diákoknak, tanároknak és a szülőknek egyaránt. Ezek közül a legfontosabb, hogy amennyiben a tanuló vagy dolgozó a COVID tüneteit mutatja, köteles azonnal jelezni az iskolában és otthon maradni. Az iskolák épületébe a belépés kizárólag a főbejáratokon történik, és az ott elhelyezett fertőtlenítők használata kötelező. Minden iskolába belépő köteles maszkot magánál tartani, és az előírt helyzetekben viselni. A közvetlen fizikai kontaktust el kell kerülni, amennyiben a folyosón lehetséges, megfelelő távolságot kell tartani, és ha nagyobb tömeg van, a maszkot fel kell venni. Ezekkel az új protokollokkal az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiumában összesen 698 tanuló, az Irinyi János Református Oktatási Központban 783 tanuló, a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban 365 tanuló, a Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziumában 414 tanuló, a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégiumában pedig 380 tanuló kezdte meg az évet.